Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket! Önök a Tornatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Hangoskodásra panaszkodtak a lakók, korlátozták az éjjel-nappali bolt nyitvatartását Szekszárdon. Orvosi ügyelet, sok a szakellátásban is gyógyítható beteg az ügyeleteken. Támogatás, népszerűek a nagycsaládosoknak szóló intézkedések. Új feladatokat kap az Agrárkamara, hatékonyabbá válhat az ügyintézés. Korlátozta a jegyző az éjjel-nappali nyitvatartását Szekszárdon, miután a környéken élők és a hatóság is jelezte, hogy rendszeresek a rendbontások éjszakánként a bolt előtt. Az üzlet tulajdonosa fellebbezett a jegyzői határozat ellen a bíróságon, és egy másik boltját tartja nyitva éjjel-nappal. A Város Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága is foglalkozott az üggyel legutóbbi ülésén. Amikor éjjel-nappal nyitva volt, meg még sokszor este 10-ig is, akkor itt bevásárolták a fiatal emberek, ugye, bevásárolták a sört meg a énivalót, és itt fogyasztották el. Különösebben én hangoskodást nem hallottam, csak rettenetes állapotban volt mindig ez a busz megálló. Kutasi Károlyné a korábban éjjel-nappal nyitva tartó bolttal szembeni 10 emeletes társasházban lakik. Lakásának ablaka nem az útra néz, így ő nem érzékelt semmit az éjjeli hangoskodásból, de hallotta, hogy másokat ez mennyire zavart. Szekszárd jegyzőjéhez régóta rendszeresen érkeztek bejelentések, hogy tarthatatlan állapot alakult ki a bolt környékén az éjjeli italozók miatt. Molnár Kata, Szekszárd jegyzője, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén azt mondta, nem maradt más választása a lakók nyugalma biztosítása érdekében, mint hogy korlátozza a bolt nyitvatartását. Így mostantól reggel 6 órától este 10 óráig tarthat csak nyitva a Béri Balog Ádám utcai üzlet. A tulajdonos bírósághoz fordult a jegyzői határozat ellen fellebbezve. Szeretnék, ha újra éjjel-nappaliként működhetne a bolt. A jegyző azt mondta, próbált megegyezni a bolt vezetőségével, hogy kevesebb ideig legyenek nyitva éjjel, de ők ragaszkodtak az éjjel-nappali működéshez. Bomba Gábor, a bizottság elnöke azt mondta, a szekszárdiak nyugalma épp úgy fontos, mint egy éjjel-nappali megléte egy Tolnai megyeszékhelyen. Ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne alakulhasson ki ilyen helyzet sem itt, sem a város más pontjaim. Ma hallgattuk meg az új rendőrkapitány urat, aki azt mondta, hogy ha az önkormányzat kéri, akkor azokon a helyszíneken fokozott ellenőrzést fog végezni. Egyrészt a tiltott alkoholfogyasztás, másrészt a rendbontásokkal kapcsolatban. Sőt, a boltnak a tulajdonosa még azt is felajánlotta, ami szerintem egy pozitív dolog, hogy saját költségén egy biztonsági őrt fog alkalmazni. A bolt vezetősége nem kívánt nyilatkozni televíziónknak a bírósági ítélet meghozatala előtt. Egy közleményt adtak ki, ebben azt írják, hogy nem értenek egyet a jegyző döntésével, ezért fordultak bírósághoz. Szeretnék visszaállítani a Béri Balog Ádám utcai üzletüknél a non-stop nyitvatartást. Amíg ez nem történik meg, egy másik üzletük veszi át ezt a funkciót. Időt akart nyerni, ezért gyújtogatott egy jegy nélkül utazó férfi a vonaton. A rendőrségre a vasúttársaság dolgozója tett bejelentést még január 17-én. Az egyenruhások rövid időn belül a helyszínre, a pincehelyi vasútállomásra érkeztek, ahol kiderült, hogy a dunaharaszti férfi cigarettával gyújtotta meg a WC-ben lévő papírtekercseket. A rendőrök az elkövetőt előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság miatt. A férfi elszámoltatása során elmondta, hogy nem volt érvényes jegye az utazáshoz, ezért bement a mosdóba, hogy időt nyerjen, és egy cigarettacsikkel gyújtotta meg az ott lévő papírokat. Kutyát mentettek a lánglovagok. A tamási önkormányzati tűzoltókat riasztották hétfő reggel a Fornát pusztai tóhoz, ahol egy ebb alatt beszakadt a jég. A szerencsétlenül járt állat nem tudott kimászni a hideg vízből.
A tamási tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően az ijegységen kívül más baja nem esett a kutyának. Jelentős teher alatt dolgoznak az ügyeletes orvosok Bonyhádon. Éves szinten közel 6000 beteg ellátását végzik, ám ezek majd harmada olyan páciens, akinek problémája nem ügyeleti ellátást igényel. Az ügyelet közel 40 kilométeres körzetet lát el, így szinte lehetetlen idejében a súlyos esethez érnie az orvosnak. Barca Zsolt 14 esztendő óta szakmai vezetője a bonyhádi ügyeleti ellátást végző társaságnak. Azt mondja, folyamatosan fennálló probléma, hogy olyan esetekkel keresik fel az ügyeletet, ami a rendes ellátási rendszerben gond nélkül kezelhető lenne. Mindez jelentős teher alatt tartja az ellátószervezetet. Nagyon sokszor láz miatt hívják az ügyeletes orvost, ahelyett, hogy otthon lázcsillapítót adnának. Nagyon sokszor többnapos tünetekkel, panaszokkal keresik fel az ügyeletet, akár éjszaka, akár esti időszakban, vagy ne adj Isten olyan esetekben is, amikor már néhány nappal megelőzőleg volt a házi orvosánál, írtak is fel neki gyógyszert, de nem váltotta ki. És aztán az ügyeletet hívjuk, hogy adjon be egy injekciót. Több hetes panaszokkal jelentkeznek időszakosan ügyeleti időben. Van olyan is, aki rendszeresen gyógyszert iratni jár az ügyeletre. Az ügyelet közel 40 kilométeres körzetet lát el, így sok esetben nem tudnak segíteni egy betegen időben, mert olyan helyen kell dolgozni, ami nem az ügyelet kompetenciája lenne. Egy év alatt 6000 beteget látott el a Bonyhádi Központi Házi Orvosi Ügyelet. Ez jelentős terhelést jelent a kollégáimnak, és sajnos azt kell mondanom, hogy egy általános helyzet ez Magyarországon, tehát szinte valamennyi háziorvosi ügyelet, és nem beszélve természetesen a kórházak sürgősségi osztályáról, küzd ugyanezzel a problémával. Pedig, mondja Barca doktor, számos olyan anyag van, ami közérthető módon a tájékoztatást az adott tünetek kezelésére. Ennek felhasználása jelentősen csökkenthetné a terhelést, és növelné annak esélyét, hogy az ügyeletes orvos tényleg a súlyos esetek ellátásával tud foglalkozni. 40%-kal több elektromos autót adtak el tavaly Magyarországon, mint 2018-ban. 2019-ben 1803 darab új elektromos autót értékesítettek a forgalmazók Magyarországon, írja a Világgazdaság. Egy felmérésből kiderült, a korábbi évek gyakorlatához képest a vásárlás motivációja is megváltozott, ugyanis 2019-ben a vevőknek már nem a környezet védelme volt a legfontosabb, hanem a milliós állami és önkormányzati kedvezmények. Tolna megyében is népszerűek a kormány nagycsaládosokat támogató intézkedései. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesületének elnöke azt mondja, a tagjai között voltak, akik autót vettek, de az adójóváírást is sokan választják. Részletesen pontról pontra magyarázza ez az autókereskedéssel foglalkozó honlap, milyen feltételekkel és pontosan kik vehetik igénybe a nagycsaládosoknak kiírt autóvásárlási kedvezményt. A 7 személyes autók vásárlására kiírt program a tavaly júliusban indult családvédelmi akcióterv része. Igénybe venni legalább 3 gyermekes családok tudják, és az összege maximum 2,5 millió forint lehet, vagy a megvett autó árának fele. Az EMMI család és ifjúságügyért felelős államtitkára már a program elindulása után 19 nappal arról beszélt, hogy több ezeren vették igénybe a nagycsaládosok kedvezményes autóvásárlására kiírt pályázatot. Összességében több mint 12 000 éltek már valamely támogatási lehetőséggel. 3000 volt a jelzáloghitel elengedések, illetve a babaváró támogatások iránti igény, és 6400-an éltek már a nagycsaládosok autóvásárlási programjának a lehetőségével. Azóta pedig már több mint 23 000 igényelték ezt a támogatási formát. Tolnán is népszerű a lehetőség a helyi nagycsaládosok körében. Hogy más nagycsaládosok, tehát akik nem egyesületi tagok, hogy éltek ezzel, ezt nem tudom, de nálunk ketten is tudtak már új autót vásárolni ezzel a kedvezménnyel. A nagycsaládosok által igénybe vehető adókedvezményt is több, legalább 2 gyermeket nevelő család tudja kihasználni Tolnán. A 2011-ben indult rendszer 2 gyerek után maximum havi 40 000 forint bér utáni adójóváírás tesz lehetővé. A pénz a gyermekek számával párhuzamosan nő, idéntől pedig a 4 vagy több gyermekes anyáknak már egyáltalán nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.
Mi ezt észrevettük már régebben is, mert az 1%-unk ezért ugye megcsapant, és szoktam mondani, hogy egyik szemem sír a másik nevet, mert sír azért, mert kevesebb 1%-ot kapunk, viszont örülünk azért, hogy a családjainknak nem kell adózni, tehát több marad így a családok zsebében. A nagy családosok által igénybe vehető családi adókedvezmény az elmúlt 9 évben 2600 milliárd forintot hagyott a gyermekeket nevelő pároknál. Új feladatokat lát el mostantól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet átveszi a kormányhivataltól a családi gazdaságok nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat, továbbá a meg nem munkált területek nyilvántartását is. Ez a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésénél játszik kulcs szerepet. A kamara Tolna megyei elnöke úgy véli, így hatékonyabbá és gyorsabbá válik az ügyintézés, amivel a gazdák is jobban járnak, mivel a különböző támogatásokhoz adó visszatérítéshez is hamarabb jutnak majd hozzá. Három új feladatot lát el 2020-tól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet átveszi a kormányhivataltól a családi gazdaságok nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat. A kamara Tolna megyei elnöke úgy véli, azzal, hogy a falugazdászokhoz közvetlenül lehet fordulni ügyintézés céljából, akik szakmai információkkal látják el a gazdákat, hatékonyabbá és gyorsabbá válik az ügyintézés, kevesebb hiányos, hibás nyomtatványt adnak majd be a gazdák. Tolna megyébe is valamennyi falugazdász kolléga rendelkezésre áll, és leadhatók náluk a kérelem formanyomtatványok, és amit még segíteni tudunk, hogy ugye a kitöltésben is segítünk a gazdálkodóknak, ezáltal kiküszöbölhető akár a hiánypótlás, és sokkal hamarabb megkaphatóak a határozatok. A kamara ezen kívül átveszi az Agrárminisztériumtól a mezőőri szolgálat felügyeletét, ellenőrzését, képzését, és az önkormányzatoknak fizetendő hozzájárulás is a kamara rendszerén keresztül történik majd. A harmadik plusz feladat a meg nem munkált területek nyilvántartása. Ez a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésénél játszik kulcs szerepet. Ez tulajdonképpen a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó utáni visszatérítésekhez kapcsolódik, tehát ezt a nyilvántartást is a kamara fogja a továbbiakban végezni a járási hivatalok helyett. Tolna megyében egyébként 20 falugazdász dolgozik. Az Agrárkamara szerint el tudják majd látni az új feladatokat, nem terveznek létszámbővítést. Az önkormányzat, a helyi Asztali Teniszklub és az Országos Szövetség összefogásának köszönhetően sikerült felújítási munkálatokat végezni a Tolnai Sportszékház épületében. Az ingatlanra összesen 12 millió forintot költöttek, de a tervek itt még nem érnek véget. Az összes tehát újakra. Újonnan beszerelt modern többrétegű hőszigetelt ablakok kerültek a Tolnai Sportszékházba. A főként a város Asztali Tenisz Klubi által használt épület egy pályázatnak köszönhetően újult meg részben. 2018-as évben pályáztunk a Magyar Asztali Tenisz Szövetség felé infrastruktúra fejlesztési, felújítási támogatás iránt, és nyertünk 10 millió 92 ezer forintot. A szövetségtől nyert több mint 10 millió forintot a város önkormányzata pótolta ki, és a több mint 30 taggal rendelkező helyi sportegyesület is hozzátette a szükséges önrészt, így az ingatlanra több mint 12 millió forintot költöttek. Meg tudtuk valósítani a nyilászárók cseréit, a vizes blokkoknak a födém szigetelését, illetve a tetőhéjazat cseréjét, mert még hullámpala volt, és sikerült a világítást, a csarnok résznek a világítását modern ledes világítótestekre cserélni. A csarnok itt sokkal olcsóbban üzemeltethető, az új lámpák fényereje pedig akár versenyek megtartását is lehetővé teszi az épületben. Az Asztali Tenisz Klubnál azt tervezik, hogy folytatják az épület fejlesztését, ehhez pedig a jövőben is igénybe vennék az Országos Szövetség által kiírt pályázatokat. Somogy és Baranya megyék hírei következnek. Fél idő. Jó ütemben halad a kaposvári közlekedési központ építése. Pénteken kezdik a bértárgyalásokat a Pécsi Tüke busznál, közben sztrájkra készülnek. 4 év fogházra ítélték a testvére halálát okozó férfit, ellátatlanság miatt hunyt el a sértett. Fél idejénél tart a kaposvári közlekedési központ építése, amely a Modern Városok program részeként 17 milliárd forintból valósul meg. A fejlesztéssel gyorsabb és biztonságosabb lesz a közlekedés a somogyi megyeszékhelyen, emellett pedig a 200 méteres gyalogos felüljáróval a klímavédelemhez is hozzájárul a város.
100 évente egyszer van lehetősége egy városnak arra, hogy szerkezeti változtatásokat hajtson végre a településén, fogalmazott Szita Károly polgármester az épülő Eszterházi hídon tartott sajtótájékoztatón. A megyejogú város vezetője hozzátette, ez most megadatott a kaposváriaknak, így hozva közelebb egyúttal a vasút által ketté szabdalt területeket a városban. Egy új jelkép is az, amelyik messziről mutat fel, egy impozáns látványt mutat, ez a gyalogos, kerékpáros felüljáró játszóterekkel sétárnyal. A látványos fejlesztések mellett számos olyan eleme is van a projektnek, amelyek elkerülhetetlenek egy ilyen volumenű munkánál. Ilyen a többi között a teljes közműcsere azokon a területeken, ahol új utak, körforgalmi csomópontok épülnek, hangsúlyozta a projekt koordinátora. Ezen kívül érdekesség például, hogy a közúti felüljáró a Hársfa utcánál úgy épül meg, hogy lehetőség lesz benne a későbbiekben átvezetni majd a távhővezetéket, tehát ennek a védőcsövezése is megtörténik, úgyhogy abban a pillanatban, amikor a Donnerbe is át akarjuk majd vezetni a távhőt, illetve fel a Rómahegyre, akkor ennek már elő lesz készítve ez a közmű nyomvonala. A tervek szerint a 17 milliárdos beruházás az év végére elkészül, addig is azonban a forgalomkorlátozások és az építési munkálatok miatt türelmet kérnek a kaposváriaktól. Pénteken kezdi meg a tulajdonos Pécsi Önkormányzat menedzsmentje a bértárgyalásokat a Tükebusznál dolgozók szakszervezeteivel. Mint korábban beszámoltunk róla, az autóbuszvezetőket képviselő Szolidaritás 25%-os béremelést akar január 31-éig, különben sztrájkot szervez a cégnél. A városvezetés türelmet kér, és 3 éves megállapodást kötne, hiszen a bérek mellett jelentős hiteltörlesztést is fizetnie kell a városi büdzséből, ami idén 3 milliárd forintot jelent. Sztrájkot szervez a Tükebusz ZRT autóbuszvezetői között a Szolidaritás autóbuszközlekedési szakszervezet a béremelés miatt. A cégnél működő másik szakszervezet szerint ez rossz döntés. Annak a tudatában tették ezt, hogy emlékeim szerint az utóbbi 30 évben talán egyszer volt januárban bérmegállapodás, tehát pontosan tudták, hogy nem lesz bérmegállapodás. Egy felelős szakszervezeti vezetőnek tudnia kell, hogy működik egy város, hogy működik egy városi költségvetés, és ezt teljes mértékben figyelmen kívül hagyva hirdette meg a sztrájkot. Én ezzel nem értek egyet, akkor visszakérdeznék a január, február vagy a márciusi béreket, mi alapján fizetik ki. Nincs elfogadott költségvetés. 25%-os bérfejlesztést akarnak, január végéig adtak haladékot. Jelentős hitelállománya van a Tükebusznak, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, amikor béremelésről beszélünk, mondja Pécs gazdaságügyekért felelős alpolgármestere. Közel 900 millió forintos fizetési kötelezettséget jelent a cégnek, és ebből közel 500 milliót a város fizet minden évben. Ugye a bértömeg, amiről beszélünk, az nagyjából olyan 2,2 milliárd volt 2019-ben, és 2020-ban ugye értelemszerűen annak függően milyen emelési oldalon lesz, megközelítheti a 2,5 milliárdot. Tehát valójában a város közel 3 milliárdot kell, hogy bepakoljon 2020-ban, a közösségi közlekedésbe. A hitelek átvizsgálása 2 hónapja folyik. Csökkenteni akarják a meglévő hiteleket a buszos cégnél. Közben megkezdik a tárgyalásokat január 24-én a bérekről a szakszervezetekkel, de arra kérik a tárgyalópartnereket, hogy ne pillanatnyi érdekek szerint döntsenek. 3 évbe gondolkodjanak. Ugye itt a meglévő teherviselés, ami a város oldalán, most nem akarok abba belemenni, hogy a kincstár és egyéb kérdések adósság oldalon, ugye egy fokozatos rendezést tesz lehetővé, és azt gondolom, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a buszsofőrek béremelése megvalósuljon, a Tükebusz ZRT működni tudjon, és mellette, ugye ez a harmadik része a történetnek, át kell tekinteni, hogy maga az egész közösségi közlekedés, az mennyire szolgálja a pécsiek igényét, mennyire klímabarát, mennyire tudja a közlekedési igények mellett segíteni azt, hogy egyre többen átjönnek egy buszba. Átfogó rendezést akarnak a bérektől az elektromos buszok beállításáig, mondja az alpolgármester. Jelenleg átlagban 340 ezer forintot keresnek a buszvezetők, akik mintegy 300-an látják el a helyi közlekedési feladatokat Pécsett. 4 év fogházra ítélte a pécsi törvényszék azt a férfit, aki testvére halálát okozta. A vád szerint az elkövető egy elhanyagolt, koszos szobában helyezte el a sértettet, aki 2017. novemberében megbetegedett. Ezt követően a vádlott nem gondozta őt megfelelően, orvos nem hívott ki hozzá. A szakértői vélemény szerint kétoldali tüdőgyulladás okozta közvetlenül a sértett halálát, amihez hozzájárult ellátatlansága.
A bíróság határozata elleni fellebbezésre az ügyész, a vádlott és a védő is 3 nap gondolkodási időt kért, így az ítélet nem jogerős. Rendes büntető eljárásban tárgyalták annak a férfinak az ügyét, akit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés büntettével vádolta a Baranya megyei főügyészség. A még tavaly októberben megtartott előkészítő ülésen ugyan a férfi és védője elfogadták az ügyész által indítványozott 7 év letöltendő börtönbüntetést. A bíróság szerint nem volt megfelelő a minősítés, ezért bizonyítást rendelt el. Egy korábbi bírósági döntés szerint, mivel a sértett Down-szindrómában szenvedett, folyamatos felügyeletet, gondozást igényelt. Gyámjának a vádlottat jelölték ki, aki testvéri kapcsolatban állt vele. A vád szerint azonban az elkövető egy koszos, rendetlen szobában helyezte el a sértettet. Egyértelműen rögzíthető az is, hogy a sértett 2017. november hónap közepén végén beteg lett, hányt és hasmenése volt. WC-re nem tudott kimenni, a vádlott bepelenkázta, ahogy ezek a tünetek megjelentek, azonban később a pelenkát már nem cserélte. Napokon, illetve heteken keresztül gyakorlatilag a sértett az ágyába ürített. Az ellátatlanság miatt élősködők lárvák telepedtek meg a sértett ágyában, később pedig a mozgás hiánya miatt kialakult felfekvéses sebekben is. Az orvos szakértői vélemény szerint 2 oldali tüdőgyulladás okozta közvetlenül a sértett halálát, melyhez hozzájárult az elhanyagoltsága miatt legyengült állapota. Bár a vádlott, miután észlelte testvére súlyos állapotát, értesítette a mentőket, azonban a férfin már nem lehetett segíteni. A pécsi törvényszék bírája enyhítő körülményként vette figyelembe azt, hogy a vádlott megbánta tettét, valamint azt, hogy törvénytisztelő módon próbálta a lehető legjobb körülményeket megteremteni lányának. Azonban súlyosító körülmény, hogy a férfinek kötelessége volt testvéréről gondoskodni, azonban ennek nem tett eleget. Vádló bűnös a BTK 160 szakasz 4. egyetus szerint bűnösülés büntetendő emberölés vétségében, ezért a bíróság 4 évi szabadságvesztésre ítéli. A kiszabott szabadságvesztés fog házban kell végrehajtani, amelyből a 2/3 kitöltését követő naptól bocsátható feltétele szabadságra. A határozat elleni fellebbezés bejelentésére az ügyész, a vádlott és a védő is 3 munkanapot tartott fenn, így az ítélet nem jogerős. Hagyományosan a vincevessző állapotából jósolták meg a termést hajdanán a szőlősgazdák. Ezt a tradíciót egyre többen követik ma is. Ha szép zöld a vessző és sok rügy hajt ki, akkor gazdag szüret várható. A Balatonlelei Kishegyen is vágtak vincevesszőt. Metszik a szőlővesszőket a Balatonlelei Kishegyen. Vincenaphoz kapcsolódóan hagyományosan ebből jósolnak a borászok. Vincenap egy nagy ünnep a szőlészeknek, borászoknak. Tudjuk, ez egy termésjósló nap is tulajdonképpen, ami azt jelenti, hogy a vincenapon levágott vesszőt, ha beletesszük vízbe, bevisszük a szobába, beletesszük vízbe egy vázába, akkor néhány nap múlva ki fognak hajtani a rügyek, tehát ezek a kis rügyecskék, ezek ki fognak hajtani. Ha sok rügy hajt ki, akkor bőséges termés várható, tartja a jóslás, de a vincevessző színe is sokat elárul. A rügy gyönyörű, szép zöld, és megvan az a van egy főrügy és 2 mellékrügy, és mindegyik gyönyörű zöld, tehát magyarán mondva ez azt jelenti, hogy nem volt még komoly tél, nem volt fagy, nem hagytak el a rügyek, és hát ilyenkor bízhatunk abban, hogy talán nagyon jó termésünk lesz. Az időjárás eddig kedvező, mondta Póc József borász. Az, hogy néhány mínuszfok van, vagy lesz, vagy ez mindenképpen kell, mert ugye azért fontos, hogy legyen egy téli lehűlés, mert egyrészt a növényeknek a biológiai igénye az ilyen. Másrészt pedig a kártevők ellen is sokat segít a hideg, azonban tartós mínuszok árthatnak a termésnek, mondta a borász. A hétvégi hideg idő a disznóvágásnak is kedvezett, immár hagyományosan vincenaphoz kapcsolódva disznótorról lehetett kóstolni a kishegyi nedőket. A régió hírei után fontosabb Tolna megyei témáink még egyszer egy-egy mondatban. Hangoskodásra panaszkodtak a lakók, korlátozták az éjjel-nappali bolt nyitvatartását Szekszárdon. Orvosi ügyelet. Sok a szakellátásban is gyógyítható beteg az ügyeleteken. Támogatás. Népszerűek a nagycsaládosoknak szóló intézkedések. Új feladatokat kap az Agrárkamara. Hatékonyabbá válhat az ügyintézés. Csütörtökön megyeszerte fagyos lesz a hajnal. A reggeli órákban -4 és -2 fok között alakul a hőmérséklet.
Napközben azonban jelentős enyhülésre készülhetünk. Akár plusz 7 fok is lehet, és a nap is kisüthet. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!